Árvízre számíthatunk Pest megyében. Az előrejelzések szerint egy hónapon belül nagymértékű árhullám várható a megye vízparti településein. A Védelmi Bizottság elnöke arra kérte az érintett települések polgármestereit, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az árvízi védekezés felkészülésére. A helyi védelmi bizottságok számítógépet és nyomtatót kaptak a hatékonyabb munkavégzéshez. Ezeknek a fáknak már csak a lombkoronája látszik ki a vízből a Váci Dunaparton. Az országos előrejelzés szerint egy hónapon belül jelentős árhullám vonul majd le a Dunán, amely Pest megye vízparti településeit is érinti. A Dunán még nem vonult le az ár, ami a hóban, illetve a mostani csapadékos időben benne van. Ezt már Pest megye Védelmi Bizottságának elnöke mondta a bizottság munka értekezletén. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kapott a most igen aktuális árvízi védekezésre való felkészülés. A hatékonyabb munkavégzés érdekében új munkaeszközöket kapott a 14 helyi védelmi bizottság. Laptopot és hozzátartozó nyomtatót szereztünk be, amelyek pontosan azoknak a funkcióknak, amit a védelmi iroda munkatársainak el kell látni alkalmas, és éppen ezért örömmel mondhatom, hogy benne tudtunk maradni abban a költségben, amit meghatároztunk. A laptopok segítségével egy belső, zárt kommunikációs rendszert is kialakítottak a helyi védelmi bizottságok egymás között. Legfőbb cél az, hogy a úgynevezett maraton terra rendszert, ami most már az országban több száz végponton megtalálható, a megyére a megyei védelmi bizottság és a 14 helyi védelmi bizottság közti zárt hírközlő rendszert kialakítsuk, tehát egy önálló tímet hozzunk ezzel létre. Mindemellett Pest megye Védelmi Bizottságának elnöke felhívta a veszélyeztetett települések polgármestereinek figyelmét, hogy kezdjék meg a felkészülést a védekezésre. Dolgozzák ki elhárítási terveiket, tervezzék meg a rászoruló lakosság ideiglenes ellátását, valamint az elöntéssel fenyegetett utak lezárását, kerülő utak kijelölését.